hogy beszélek hozzátok, és nem halljátok, mert le van némi mikrofon. Ez tök jó, csak mégsem. Na, szóval aki tudja, hogy volt nekem egy gusztis, garázsos makáncsodám a YouTube-on, az tudja, hogy miből fog ez a műsor állni. Autókat újítunk föl, akár valamik szimulátorban, időnként, hogyha valamelyik kedves néző szeretné, akkor akár kiválasztjuk és a kérdésnek megfelelően újítjuk fel az autót, és megkapja azt a rendszámot, ami az ő neve, vagy nick neve, tehát amit szeretne. És igazából ennyi. Bemutatom ezt a játékot. Végzettségemre nézve én autószerelő is vagyok. És azért van, hogy ismert azt, az is szakmám. Van még egy jó tárgyalom. Úgyhogy próbálunk egy épkézlel jópofa autót összepattintani, jó? Na. Egy Boltorn. Ilyen meglehetősen lekopaszítva. És akkor ugye berakjuk mindjárt neki a motorját, mégpedig egy V8-as motor, és akkor ezt elkezdjük szétszedni. És akkor leszedjük a motorokat róla. Lássuk, hogy mi fog érteni ebből a autóból. Általában az autókat vagy áramelésen veszem, vagy félszerekből szerzem őket. Ugye a félszerekből általában régebbi autókat tudok szerezni. És igazából nem mondom őszintén, hogy vannak olyan autók, amik nem tudom miért nem akarnak sikerülni. Viszont ilyen lehetőséget meg kell majd vásárolnom egyébként. Valahol lesznek az enyémek. De van egy jó pár küldje még ennek a játéknak is, és igazából azt a plánokat próbálni kiütni. Például ugye múltból sikerült olyat megcsinálnom, hála Istennek, pár nappal ezelőtt. Van egy versenypálya, ahol egy percen belül kell teljesíteni a kör, és hát elég nehéz, de sikerült. Ugye a Steam-en vannak különböző küldetések, azokat szoktam időnként csinálni a játékból, mert úgy izgalmasabb, hogyha a Steam által kiszabott küldiket próbálod csinálni, mert akkor van még extra kihívás a játékban. Mert egyébként lehet, hogy kitessítő lenne a játék, de azt kell mondjam, hogy időnként van, amikor erre van kedvem. Kedvem támad rá, és akkor ezzel játszom. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon megütött ez a játék. Van egy csomó cuccos már a garázsomban. Így jobbnál jobb és szebbnél szebb autó. Van egy pár Steam műhelyes mód is a játékban. Ennek eredményeképpen is található azért pár járműnára. Érdekes autókkal tárgyalni. Igazából nincsenek nagy reményeim a streameléssel kapcsolatosan. YouTube-on már csináltam, ott sem. Én voltam a vezető streamerek egyiket. Sem. Sem várok sokkal többet. Igazából játszok, aki betéved jó szórakozást, aki pedig nem a
prolazi neki tamo jebe. Samo ti šu stolu koja je. Ovo našlo. Szemben is jobb, aki nem feltétel a pénzre hajtom, hanem csak valami. Igazából ennyi a lényege. Szia Martins Mark! Hello, 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 szia! Jó szórakozás neked! Most egy kis kártyai szimulátor láthatsz, ha van hozzá kedved. Te ugye szétszedtük a motort, és ugye teljesen lekopasztottuk ezt az autót, és egy kis heggeztettük, mert ki lehet heggeszteni is. Majd szerintem ennél meg ennél láthatjátok, de szerintem, mert egyébként ez is egy egész szépes autó, ez egy Lamborghini jalapa, ez pedig egy V123-os Pagoda Merci. Ugye ez a 113-123. Köszönöm szépen! És akkor menjünk ide és kezdjük el. Ugye ez a unalmas kopácsolás része a dolognak, amikor ezeket levítja az ember. Ez igazából semmi nem történik, csak ugye a szerencsére bízva kapcsol az ember a balegér gombban. Vagy épp a billegyőt a tefele világban, mert rájöttem, hogy ez jobban azzal csinálom, mert az kevésbé elvárosnak. Ezt idején tudtam, hogy például a lefelé egér gomb ugyanazt szerepet tölti be, a minden gyűjtem. Előbb tudom, hogy tudom, amit meg nem azt mondom. És igazából akarok csinálni egy ilyen dögös, hát ilyen jó kinéző ültet telepjárót, ami a útra való, de az úton azért brutális, tehát majd gyors úton járhat múltjára vele egyet. Én azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy még ilyen, lehet, hogy majd csak ilyen négy sebességes váltót teszünk bele, vagy nem tudom, meglátjuk, hogy milyen lesz a... Szedjük szét a kerekeket is. 22-es kerekek vannak rajta. Úgy ettől szerintem peresebb kerék kéne majd rá. Mekkorák ezek a gumik? Per 40? Hát, per 30-as van. Majd meglátjuk, hogy... Kicsit hangos a játék? Akkor várjál, akkor valamit csinálunk ezzel. Aha, és az asztali hangerőn, hogyha lejjebb veszek egy kicsikét. 1-2 hit. Na, majd meglátjuk, hogy így. És így, majd mondjad már, hogy... Most lejjebb vettem egy kicsit az asztali hangerőt. De lehet, hogy egyébként majd mindjárt megpróbáljuk még azt, hogy szétbontjuk. Ha továbbra is hangos, akkor szól. Most jó, na oké, köszönöm. Oké. Igen, már a Twitch-eknek be kell kalibrálni, hogy megint legyen. De persze azért van, hogyha az embernek vannak ilyen kedves nézői, az tök jó, mert akkor... Nem lehet hallani, mit mondok? Jó, akkor... megoldjuk mindjárt másképpen ezt. Jó. Visszatoljuk az asztali hangerőt. Igen. Jó. Elmondjuk. És
és akkor lejjebb veszik az általános hangerit. Lehet, hogy föltoltam, mert mostanában nem streameltem ezt a játékot, és lehet, hogy alapból a játék van föltolva hangerő szempontjából, majd lejjebb veszünk mindjárt ott. Azt mondja, hogy beállítások, hangbeállítások, igen, játék hangereje. Hát 65-70. Hát szerintem legyen 65. Szerintem így jó lesz. Na. Mi meglátjuk mindjárt. És akkor így lehet, hogy jobb lesz. Az arány alapvágyával, de szerintem így jobb lesz majd. Na, jó. Oké, na, kezdjük el javítás ügyileg a dolgot. Tehát mindent megcsináltunk, vagy mégsem. Ugye a végbe felnyomjuk a javítani. Jó, oké. Köszönöm a segítséget. És akkor most van az, hogy... Nem is tudom, hogy... Tehát... Elvileg lehetne bele egy brutális erős motor, de... Már lehet, úgyhogy... 7 telefonhívás. Ez nem ez a lényeg. Hol is tudom megbizsgálat megnézni? Ja, itt a megrendelések miatt. Ah, ja, így, aha, így. Ugye... Vannak ezek a fix questek. Ez állatok elfogy egy idő múlva. Ezt ki lehet meríteni. Na jó. Akkor azt mondja, hogy jó, legyen ilyen dolog, hogy csináljuk meg ezt a dolgot. Nincs mivel dolgoznom. Jó. Tegyük vissza. Milyen motort lehetne betenni? Supercharge. Boss RVD. Rear Wheel Drive. Nézzük meg, hogy melyik a mi. A mi tud. Azt mondja, hogy nézzük csak meg. Aha, AXK 403. Itt a V8, nem ez az, ez az, 584. Azt mondja, hogy... Ez 430, érkezik az 5 literes motor. 381. Hát marad akkor ez a turbó, marad a turbó, ami benne van most, jó. És akkor kezdjük el, nincs mivel dolgozni. Vegyük el a motort, melyiket is? Igen. Nem. Ezt akarom, ha nem. Jó, most kitolok vele, mert fogom. Lehet, hogy kivette így és akkor azt ide pattintjuk, jó. Oké. Utána ezt ki fogjuk venni. Kivesszük, igen. És akkor bevesszük ide, és berakjuk ide, jó, oké. Okay.
kezdjük el visszaszerelni a blokkot megfelelő módon. Ugye van nekünk itt, ó, van nagyon jó, van csak átfedelünk. Három dal van jó minőségű. Nagyon jó. És akkor kezdjük el tuningolni a blokkot. Dugattyúból kell venni 8 darabot. Jó. És akkor viszont a gyűrű, a dugattyú gyűrű az innen jön. Az innen jön a gyűrű. Így. Na nézzük is, akkor tegyük is befele őket, ezt a kovácsol dugattyúba tesszük bele. Erősebbet teszünk ott Mexikánál, és szerintem van jó kis vitális gumik lesznek rajta, meg ilyen, most tudom, majd meglátjuk, hogy mit sikerül összehozni a dologba, és utána, ha ez meg lesz ez a tuning autó, akkor a pagodát helyre pattintjuk, mert viszont az nagyon kíváncsi, hogy ez a 130-es pagoda az milyen lesz. Azt viszont teljesen gyári állapotra szeretném visszaállítani a pagodát. Olyan nagyon szépre, milyen gyárva volt, és akkor... Forgassuk vissza, és most ugye jön egy hengerfej majd, V8-as hengerfej jön rá, igen, hengerfej V8, abból meg keresünk majd valami tuningos megoldást. Jó. Hengerfej, és akkor V8-at kéne keresni. Itt a V8, ebből kell kettő neki, nagyon jó. Jós szerepes hengerfélt nekünk bele. Jó. Na, jó. Töltőkompresszor szívó, csak van-e ilyen vajon? Gyári fog jönni. Viszont a töltőkompresszorból is gyári jön vissza, mert hát már azt is, hogy a feltuningolnánk, akkor aztán letépni a hengerfélt valószínűleg. Jó, kell nekünk szervószivattyú. V8-as. Igen, ebben. Kell egy generátorunk, azt hiszem, hogy ez van. Nézzük csak meg, generátorban, mint hogyha emlékeznék, hogy lenne, igen, van túl közéken generátorban, nem veszek még egyet feleslegesen, igen, és akkor szervószivattyúból, hogy azt hiszem, hogy tuningosat. Nagyon jó, és kéne akkor V8-as leömlő, hogy legyen, leömlő, V8-as még pedig, igen. Kettő darab. Jó, akkor kell nekünk vezérműtengely. V8-ból még pedig azból kell 4 darab, igaz? V8, 1, 2, 3, 4 és akkor 4 darab. Nagyon jó, és akkor kezdjük el szépen a dolgot feltenni. Milyen brutálisabb az a ilyenfajta külön-külön heggesztet, ugye egy egyforma hozban nagyjából. És akkor a köszörült féltengely, köszörült vezérműtengelyek ugye fokban eltoltakat tesszük rá. Úgyhogy fokolt tengelyt kap a motor, ami ugye a hengerek töltését gyorsítja.
Jó, akkor kell nekünk majd üzemanyagnyom mócső. Jó, üzemanyagnyom mócső, még pedig D-i, ebből kell kettő. Kell nekünk majd üzemanyag pumpa, így van. Ez biztos, hogy fog kelleni, üzemanyag szűrőből kelleni fog egy. És szerintem az üzemanyag részét kilőttük. Jó, akkor egyelőre ennyi. Ugye meglátjuk, hogy újság van, ugye forradjuk a ezt, igen. Láttuk volna egy gyújtógyertyát is, meg gyújtott a kecset is. Igen, ezt akarom. És akkor gyújt, és akkor azt mondja, hogy gyújtástekesből kell venni 8 darabot. Igen, és gyújtógyertyából is kell venni 8 darabot. Jó, és akkor teljesen felfogjuk a motort húzni olyan maximális teljesítményre, hogy a hord is csak pipálva néz. Na oké, és leöngyét felszereljük. Jó. Oké. Most kéne, ez simából van, a bütykös hajtás, ugye ott nem tudsz variálni. Azt mondja, hogy vezérmű szíjat kéne venni két V8-ast. V8-as, igen. Jó, és akkor bütykös hajtást. Igen, bütykös hajtásból meg kell majd nekünk 4 darab. Jó. Ugye ezt tulajdonképpen hát ez fogas színek a kerekel a bütykös kerintek is így, hát is, ja, a bütykös hajtás is lehet, jó. Legyen, legyen akkor így. Nem minden van jól fordítva szerintem, de már nem írok a lengyeleknek, mert egyszer írtam, aztán semmit nem csináltak, és akkor ez, meguntam ezt a dolgot. Egyszer is mindenkorra. De persze, igen, majd elhárítjuk, majd persze, majd megcsináljuk. Hát azóta is, hogy folytában csinálják, és ilyen KPL százas görgő, nagyon jó. Százas görgő, nagyon jó. Ugye a B görgőből van még ilyen tudalma. És valahol még van egy ilyen, aha, van itt a görgődé. Nagyon jó. Még egy bős kéne. Jó, azt mondja akkor na, legyen akkor ebből, hát szoktunk mindig legyen nálam egy 10 darab, meg ebből is legyen egy 10 darab nálam. Jó, akkor legyen egy szíj üzéből, mert ugye a szíj tárcsa kell majd nekem. Azt mondja, hogy visszi vagy, jó. Főtengely, igen, kell egy szívfeszítő is, igen. És visszajött végszítás, végszítjünk. Hát akkor legyen egy víz hajtótárcsa, jó. Oké, na mindegy. Jó, akkor tegyük fel ezt ide. Akkor visszajöttjük a hajtótárcsát és ezt a újat. Jó, oké. Vezető görgőről be lesz elegendő. Igen, és töltő kompresszor szíj. Na, akkor azt mondja, hogy szíj megint. Töltő kompresszor szíjat kell keresnünk. XI A V8. XI A és a V8-asé. XI A, sima V8-é. A, V8. Jó. És
ez felmegy rá, és itt teszünk egy görbőt is, hogy teszünk fel. Teljesen jó. Igen. Szeretted el, feltesszük a helyére. És akkor applikáljuk be a gyertyákat a helyére. Mehet rá újítástekercs. Kicsit hülyén néz ki, mind a kettő piros. Mehet rá fedélre, úgysem látják a fedélre. Hála Istennek. Na, a fedelet vissza felrakjuk itt is. A szerepfedélnek hívják ezt. És akkor menjenek fel a tekercsek itt is. Kell egy folytószerep még tuning. Meg még szerintem jó, menjünk ide, sebességváltó. Ez nincs tuningba kinyomó csapágy, ezt tudom. Viszont ide sebességváltó, kell egy zenkerék, kell egy nyomólap, és kell egy kutyumtárcsa, igen. És akkor kell nekem még a motorhoz egy folytószerep V8. Van, nagyon jó. És akkor elvileg a brutál faktor szindróma majd belép, mert az a motor ez nem kicsit lesz el is. És akkor ide tehetünk majd egy kilos üzemanyag szűrőt, nagyon jó. Olyan neki kereket, ami bírja, és ezt az egészet fel van könnyítve. Kuplumtárcsát, jó, azért nagyon-nagyon frankó. És nyomó lapot is, azt a jó minőségű kell venni. Egy jó minőségű. Elvileg a motor össze van rakva, kivehetjük innen, be is rakhatjuk, igen, az emlőt a helyére, ugye itt van a motor, nagyon szuper. Na, akkor most a következő jön, meg kéne csinálni a futóművét a kocsinak. Nézzük a futóművét a kocsinak. Hátsó felfüggesztés, és akkor nézzük, hogy van még gyújtásaiből bőven. Jó van, ezt már szeretem. Jó. És bent a hátsó híd a helyén, ugye a hídtest. Tegyük fel a hátsó stabilizátor, az nem kell egyelőre. Hoppá, hátsó tengelycsónk újjáron. Ez roncsolódott. Kell majd vennünk a kodolókat. Most veszünk. Most veszünk majd dolgokat. Azt mondja, nem minden, hanem ebből is a felfüggesztés. Az elején tudom, hogy kelleni fog két ilyen, két első rúgó kelleni fog. A stabilizátorból békel, azt tudom, ebből. Jó, ami persze, igen, hátsó lengés csillapítóból A verziós fog kelleni nekem. Ebből kelleni fog kettő, a rúgóból szintén kelleni fog kettő, ebből kelleni fog kettő, hátul most ezen B stabilizátor út van. Azt hiszem, hogy hátsó, igen, ez a fajta van most hátul. Nagyon jó. Kell majd négy csapágy. Négy, mondom négy. Kettő ilyen sapka kell majd. Kis gújtársaiből vegyünk vagy 20-at. Jó. Összekötő rúgból kell kettő. Kormányrúgból kell kettő. És egyelőre ennyi, majd meglátjuk, hogy boldogulunk. Na nézzük. Hátsó lengőkar, tökéletes százas izék összerakva, és akkor már rakhatjuk is összefele. Egy kis gulypersen, és valakit nagyon jó. Hátsó lengőkar, azt is fel tudom passzantani, nagyon jó.
rugótárgyal, oké, két darab jó minőségű van, sikerült megcsinálni. Oké. Ugye ás lengés csillapító kell, de meg a B és a másik fajta futóműhöz kell. Kettő van, de van három darab, de csak eldőbb vagy a lesz egy pót. Jó. És akkor itt megint ennél is kis gulyó perse, igen. Jó, nagyon jó. A stabilizátor út B, nagyon jó, megvan az is. Húzzuk a helyére a két hátsó kerékagyat, csapágyazzuk is fel, és hátsó agyot tengelyen ott esetben jön a kárgyat. Nagyon jó. Féket nem fogok, mert a fék utána fog következni. Egyőre a futóbe tartjuk teljesen rendben. Na és akkor ugye vettünk belőle egy ilyet, nagyon jó. Feltesszük az alsó lengőkart, feltesszük a felső lengőkart. Nagyon jó. Feltesszük ezt az elsőt. Ez a hosszanti lengéseket stabilizálja. Lent van még egy lengőkarunk. Ugye ez ilyen több lengőkaros, ilyen csatolt lengőkaros megfüggesztés is. Ami egyébként nagyon modern. Nagyon modern a csatolt lengőkar. Jó, akkor ezt ide felteszem, így járok ezzel. Felékot feltesszük. Innen megszerelik a maximum, míg ameddig csak tudom. Kerék csapágyal és a nyelvjel, nagyon jó. Okay. Feltesszük ezt a kis összekötőt. Van. A kés. Ez megvan, akkor az első futóved is, aki rendben jó. Nagyon jó. Tegyük ide az első felfüggesztés keresztartóját. Nagyon jó. Tegyünk bele. Pont 4 perselye van, tehát majd még kelleni fog. Sima első stabi kéne majd, tegyük ezt így föl, akkor menjünk föl mehet, így van. Jó, és ez akkor jöhet ide. Nagyon jó, ez is jöhet rá. Jó, oké. És akkor kell, na lássuk, sima, az ugye ilyen bőre, az a kettős karos, igen, az hátsó, ebből kell majd kettő, mert mindenképpen ezt össze kell majd építenünk. Azt mondja, hogy kelleni fog nekünk gumiper saját, legyen ebből megint egy 20 darab, ebből is, mert sose lehet tudni, így van. És akkor a stabilizátorod első, ebből lesz egy sima, igen. És hol van, amit én keresek? Ezt kerestem, igen, ezt kerestem én még. Na, oké. Alsó lengőkar. És akkor meg is vagyunk ezzel, nagyon jó. És a felső lengőkarral is most leszünk meg. Jó, betesszük a stabilizátorokat, és rá is kötjük a stabilizátort itt. Rakjunk össze teleszkópokat. Jó. Szia Zolcsi, szia! Köszönöm szépen! Köszönjük, hogy jöttél! Na, akkor egyet már elkészítettünk.
Kozáron. Látod, a Mitchell, mint a hamvaiból fölkelő főnix föltámadta, és akár napi kétszer is streamelek egyelőre. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz a sorsunk. Úgy mondottam, hogy adok még egy esélyt a csatornának. Ha ez az esély sem válik be, akkor szerintem kíméletlenül, de valószínű végét fogják vetni a zenének. Mert akkor több az energia befektetés, mint amennyi visszatérül sajnos. Aztán is írják, hogy hű, de szar az élet, inkább hagyjuk abba. Ilyet azért mégsem, de azért azt a cselekedet, amivel nem vagyunk jók, azt hagyjuk a francban. Na, akkor megvan minden. És? Na, oké, akkor megvannak ezek a dolgok, nagyon jó. És kéne egy ilyen... Igen... Dob, tehát... Mindenki másképp éli ezt meg, Zolcsi. Én igazából úgy élem meg, hogy tudom, hogy alapvetően elrontottam. Tehát alapvetően elrontottam a streamelést, mert felálltam a streamelésből. És... Mi lenne, ha ilyen felnék lennének rajta? Komolyan mondom, hogy ilyet fogok venni. És még pedig milyen volt a másik felnő? Azt mondja, hogy milyen volt a másik felnő? Az 22-es, 24-es teli felnő lesz. Komolyan mondom. Most bolondultam meg, de 24-es teli felnő lesz. Ebből fogok venni 4 darabot. 24-es. Telikrómos lesz. A mindenség itt neki. Azt a mindenség itt neki. Na most erre a felnire kéne nézni gumit. Várjunk csak, inventory. Milyen gumik voltak rajta idáig. Megnézzük mindjárt. Nem ez. A végén lesz. Három 25, igen. 2. Most melyik volt rajta olyan? Uh-huh. Még nem az, de a másfajta volt rajta? Három 25-ös meg 2.75-ös van itt. Írjuk már be, hogy gumi a broncs. Gumi a broncs. Jó, na, 2.45, hát akkor valószínű volt 2.75 per 40, és 3.25 per 30. Jó. Az durva, hát akkor a 2.75 helyett csinálunk 2.95 per 30-ast. Meglátjuk. Azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy versenygumi a broncs. Kell nekünk 22-es. Igen. 2.95 per... Legyen 35-ös. 305 per 35-ös lesz. Jó, ebből kell 2. 305 per 35-ből kell 2. Jó.
Ugye 24-est vettem belőle. Nézzük, azt mondja, hogy jó. Mert tudtam, hogy nem jót veszek. Úgy tudtam, de tényleg. Nincs mivel dolgozni, nagyon jó. Jó. Biztos, nem vagyok. Most nem méres vagyok. Miért vettem? 3 105 és 22-es komoly. 305 per 5 és 22. Oké. Tamás, te sem vagy normális. 24. És ebből lesz 2. Igen. Jó. És 24-en érek most már. 2. Na, majd meglátjuk, hogy ez mi lesz. Akkor tényleg komolyan vegyük dolgokat. Ó, bakker, ez a felvétel. Ez nagyon-nagyon extrém lesz ez a kocsi. Annál is extrémebb lesz, komolyan. De tényleg. Közben megvesztjük a fégeket szerintem. Megvesztjük a fégeket. Kell hozzá nekünk 4 darab ilyen betét. Kell két ilyen tárcsa, két ilyen tárcsa érke. Nézzük. Szereljük fel a fék tárcsát. Jó. 3.55. Vágod? Ez nagyon extrém. Játszok, ez nagyon extrém. Ez nagyon extrém. Ez mekkora te? Mekkora extrém ez a kerék. Ez komolyan, ezt nagyon élvezem most. Nagyon brutál. Hát az a baj, hogy a tartalmas dolgokat sem értékelik Zolcsi. Tehát azt kell mondjam, hogy nem értékelik. Milyen már te? Ezt a kérdéséget. Ez a... annyira extrém lesz a kocsi,
hogy már rám is tudom, mert nagyon. Nagyon csicsa lesz a kocsi, már látom. Ez nagyon tuglájfos. Ez mekkora tuglájf már az autó, te. Jó, most jöjjön a továbbiak. Hogy csillog benne az emelő? Igen, egyébként igen. Benne van, hogy egyébként meg tudom, még gondolok, hogy túl sok a horgász és kevés a hal, tehát. Azért hagytam abba a volt streameket is, mikor most mondták, hogy jöjjek át streamelni Voltot a Twitch-re. Átjövök a Voltot streamelni a Twitch-re. Belenézel, általában 2, 4, illetve 6 ember folyamatosan Voltot streamel a Twitch-en. Nem fogok beállni 7. 8-ként a sorban, mert nincs hozzá kedvem. Abszolút nincs hozzá kedvem. Abszolút nincs hozzá kedvem. Jó, és akkor kipuffantó lesz. A katalizátort azt láttam. Ezt kell ketté. Na, nézzük. Jó. Ide kéne nekünk majd egy váltó. Kipufogócső eleje VB8. BV8. Kipufogócső eleje. Kipufogócső eleje. BV8. Ilyen. Akkor 2-t vettünk ilyen brutál faktorost, így van. Jön 2 brutál katalizátor. Jó, középső kipufogó dobjon 2. Középső kipufogó dobjon 2. Szimplán kipufogó cső és hátsó kipufogó V8, jó, oké. Azt mondja, hogy kipufogó cső, csak simán, olyat kell keresni, kipufogó cső C, kipufogó cső ebből 2, és hátsó kipufogó dob V8, igen, ebből kell 2, nagyon jó, oké, megvan, innen kell nekem majd egy V8-as váltó. Sebességváltó V8-ashoz való, sima V8-ashoz való. Igen, jó, oké. Kell nekem egy ilyen. Jó. És azt mondom, hogy mit akartam én még innen? Ja, üzemanyagtankot akartam. Nyaktank, ugye ez kell nekünk, mert ez le volt koszolva. Na, a kés. És akkor kipofogócsú. Üzemanyagtartály, jó minőségű. Üzemanyag pumpából. Fekete, nagyon jó.
Azt minden. Mekkora állat! Mekkora állat! Lapos kerekekkel, de fú, de ez nagyon-nagyon brutális lett így. Föl a kipufó, vegyük föl a sebességváltót. Mégpedig a versenyváltót teszem föl. Kordántenger. Hello. Hát elég már nem volt így. Kongridot feltesszük. Jó, ez a motortérből lett meg csak. Alulról elég kész vagyok a kocsival. Autószerelő van, igen, szia Robi! Szia, szia, szia! Ilyen brutális kerekű disznót terveztünk most. ABS pumpa, ABS modul, ez fontos, meg is tudja lenni az autó. Akkor kell nekünk még tuncsi-muncsi, és levegőszűrő, le, nem akkor az lég, légszűrő kell, és még pedig sima, ilyen, nagyon jó. Nem eszitek össze, mert mérges leszek. Mert akkor mérges leszek, ha összevesztek. Akkor abba is hagyom abba a szempillantásba. Ha összevesztek, de tényleg. Lekapcsolom és magam folytatom tovább. Megvan, még olajszűrő kéne, mert azt úgy látom, hogy nem vettem meg. A V8-as, igen. Ohohohoho! Egy kicsit polgárpukkasztó csak. Egy kicsit polgárpukkasztó csak. Aksi bele. Nagyon jó. Szervókunk bele. Olaj. Milyen kocsit? Ez egy Bolthorn. Grand Mohave, azt hiszem. Igaz, de megnézem neked mindjárt. Megmondom. Ez egy Bolthorn Grand Mohave Storm. Egy vihar. Grand Mohave vihar. Na, oké. A helyet a következő. Nézzük meg, hogy a karosszéria tuning boltba mik vannak ehhez? Van egy ilyen tuning motorvezető, ez már jöhet is. Oké. Azt mondja, hogy szerintem legyen ilyen nagyon...
Nem is tudom, hogy igazából... Azt akarom, hogy ne legyen benne túl sok szín. Tehát ilyen hátsó lámpa lesz rajta. Mert ez ilyen nagyon... Nagyon ezért futurisztikus autó lesz. Szemből... Maradjunk abban, hogy szemből ez a ilyen fajta lesz. Mert ez túl nagy beömlő, ez ilyen... Ez másabb. Ez inkább ilyen... Ez a... Tuglife-osabb lesz így. És igazából itt is szerintem ezt kisebbre veszem. Igen, itt... Aha... Milyen különbség? Inkább ez legyen, jó? Oké? És legyen ez a fajta lámpa. Jó. Na, akkor lássuk. Szereljük fel a ajtó. Ajtó. Hátsó lökhárító. Ó, szép kis krómcsinkkal, nagyon jó. Ebből nincs másik. A lámpából... Ez nagyon vitelez, gyerekek. Zizzentem lesz az orra. És akkor nézd meg! Ebből... Hát ilyen nagyon krómos, ilyen... Ilyen nagyon chilli-villi. De chilli, de villi. De chilli, de villi lesz. Ez a... Nem is tudom, tehát ez a... Ah! Üvegeket szerintem azt venni kell másokat, jó? Jó, azt nem itt vesztük meg abba a boltba, hanem ugye azt itt kell megvenni. Itt... Grand Mohawk-e. Jó. És akkor egy üveg, két üveg, három, négy, öt, hat, 8. Jó, szerintem megvettünk mindent. Na nézzük. Igen. Jó, megvan a kocsi. Ez nagyon-nagyon apokaliptikus. Jó, álljunk át az autóval szerintem. De. Jó, ez nem apokaliptikus autó. És akkor vegyük már ki. Ez a kormány szerintem ezt szedjük ki a belsőt, jó? Én biztos, hogy ezt a kormányt fogom beletenni, ezt vágjátok, hogy ebben más kormány nem is illik, tehát igazából nem illik bele más kormány. Nagyon. Tehát abszolút. Az ő kormánya az ez az a... Nem is tudom, nem biztos, lehet, hogy nem az. Ilyen van most benne ez a ilyen fajta. Ez nem annyira frankó, valami nagyon chillvillő kéne vele.
pagányi hülyén nézne ki benne. Pedig az a, az a leginkább belevaló. Ez lesz benne, nem érdekel. Ez, ez lesz benne, ugye? És akkor... nem is tudom, hogy, hogy a hátsó lésportból csak egyfajta van-e. Nem, van, van ilyen is, jó. Tehát én azt mondom, hogy krémszínűek lesznek az ülések benne, és ilyen polgárpukkasztóan fotelszerűre gondoltam. Most tudom, melyik lenne, ami olyan nagyon... Ez jó vastag, meg ez is. Szerintem ez vastagabb, hogy ilyen lesz kettő. Futurisztics! Ó, pakke, gyerekek! Nézd meg! Jó! Ez mekkora te! Jó. Na jó van, vigyük a kocsit be a fékpadra. Nézzük meg, hogy mit tud az autó. Zárkózzunk be, az a biztos jó. Az így zárkózunk, hogy ne, a ellenfeleink ne tudják, hogy mit építettünk. Tehát 643 lóerőből 7-7 fokatunk, hogy most indulunk. Vágjátok? 1246 lóerő? Hát... 1246 lóerő. Jó. Oké. Okay. Okay. Áttesszük a festőbe. És utána megyünk. Most jön a festés. Na nézzük, hogy van-e valami pöpet festés erre a kocsira. Mert te... Ez mit jön? Merjünk csak össze. A hármas, nézd meg, hogy ez milyen. Ez fehér. De van benne ilyen csík. Négyes, az piros, meg mindenféle csíkos. Ez jó, csak közé kell választani. Vagy mi lenne, ha... Ilyen kéne, csak nem zöld kéne alá.
Nem tetszik, nem jön be annyira. Ez egészen bejön így. Legyen ilyen. Szerintem ez ilyen lesz, srácok. Komolyan, ezt ilyenre fújom. Még szerintem annyi, hogy sötétíteni kéne egy kicsit rajta. Még. Nem, lehet, hogy... Ezt így. Ez... Érdekel, ilyen lesz. Ez mekkora... Ez mekkora... De mekkora... De most te komolyan. Nem, ez polgárpukkasztónak csinálom. A világnak a pukkasztására. Most nézd meg! Egy ilyen autót, ha meglátsz valahol, ezt két lehetőség van. Vagy leköpöd, vagy megcsókolod. Ez a két lehetőség van. Tehát igazából azt kell mondjam, hogy egy ilyen autót vagy leköpsz, vagy megcsókolsz. Ez a két lehetőség van. Na. Jó. Akkor most mentsük el ezt a játékot, mert el akarom menteni. Mindenképpen ezt is elmentem most már így. Azt mondja, hogy... Most... Ez a... Teljesen kifordul magából szerintem. Na, a Gyulán járta fel, örülök neki. Na, és akkor a következő helyzet, hogy a tuningot el kell indítanunk. 335-tel képes menni ez a disznó. De én úgy gondolom, hogy vegyük vissza a sebességet ide. És mondjuk egyesbe húzassuk ki mondjuk. És visszaedes, nem. Jó. Csináljuk azt. Csökkentsük le az arányt. Körülbelül 400-ig. Nem fog itt menni. Levesztük a sebességet ide. 320-ra. És én így hagyom ezt. Hogy tuning mentése. A 4 gabos váltó lesz csak. És nézzük meg, hogy mit tudunk így, jó? Meglátjuk. Lehet még finom hangolni rajta. Hangoljuk finomabbra az autót. Még így is túl bika volt. Jó. 320, és akkor menjünk lejjebb. 350-re fölviszem, és akkor így mentem el, és még kevésbé fog kaparni. Na, meglátjuk. Megyünk-e 350-et, vagy nem? Kíváncsiság. Szép nyugodtan elindítjuk. Thank you.
346. 346. Jó. Ez jó. Az a hang. Ez nagyon bitang. Ez nagyon bitang. És tudom, hogy kéne elvég belenyúlni valahová. Még ide mondjuk beférne egy sebesség. Beférne egy sebesség. Tegyük fel ezt 350-re. Jó, 350 minden. Ez 266-ra. És ezt valóban még így ide, hogy jobban gyorsuljon, jó? Kicsivel. Elkezdtünk elvégig ide közelítve. Na. Menjünk még egy utolsó kört vele itt a pályán, mert ez nagyon tetszik ez az autó. Kiesik a csipa, aki a szeméből? Szerintem más is kiesik a szeméből, nem csak a csipa. De az a hang, az a wum, az nagyon-nagyon durva. Figyeled, mindig talpra áll, megoldotta. 347. Igen, azért szólna. Hát egy ilyen autó. Újraindítás, próbáljuk még egy újraindítást. Igen, az egy nagy autó. Na. Ilyen autót nem azért vennénk, hogy 300-zal menjünk vele, hanem hogy 250-ig nagyon menjünk. Tehát igazából én gondolom. Valószínű. Meg igazából, figyelj, a városból lerúgnád neki a gázt, azt letépni a kerekeket, tehát csak füstölne. Tehát igazából, hogyha most fogod és letaposod neki a dolgot, most kiviszed a reptérre, kiviszed a reptérre, azt mondja, hol van? Reptér. Elmegy a reptér. Na most ott a kiviszed. Ez nagyon durva, mert szóval lenyomom neki a gáz, csak forogni fog. Thank you.
casa ali é top. Homem de Mutante. E eu. Sou o Brutális, a dög. Brutális. Hát itt van azért, hogy az ember egy szuper feltöltött motort megtuningol, igazából az brutális tud lenni. Jó, igazából amit még hiányzik az autóra, az ugye egy rendszámtábla kéne előre, is meg hátra is kéne szerintem. Örül nem is kell neki rendszámtábla. De jó. Na. Azt mondja, hogy ide menjünk és akkor legyen valami ilyen, hogy... Arizonai rendszám lesz rajta, és még pedig ilyen, hogy leszedem együtt vettem csak. Elkészült ez is. Azért gyönyörű, akárki akármit mond. Hát ez egy igazi polgárpukkasztó csoda, tehát hogy az emberhoz kell gyűlölni. Ez ilyen az azért van, hogy kiállításokra vidd, hogy megmutass, hogy ilyet lehet csinálni, de nem napi használatra való. Ez így időnként előveszed, és akkor gyönyörű. Mert egyszerűen tényleg ez. Na jó, akkor azt mondja, hogy ezt meg is mozgatjuk a parkolóházba. Jó. És akkor a Pagoda Merci jön.
soron áttesszük az egyes emelőre, és helyreállítjuk a pagoda mercit. Igen, gangster élet. Igen. És akkor kezdjük el lépteni a embargót. Semmi a dolog, mert hátul is tárcsaképes a kis körgy. Tehát nem tudom, hogy valóságban tárcsaképes volt a hátul, de nem egyszerű műsor. Hát eléggé pitangos a lengőségek. Túl egyszerű innen eszedni azt a csavargát, minden. Ami nem lesz túl egyszerű, ugye, az az, hogy itt azt írja, hogy belső ütésű tárcsa, ezen még kizár dolognak tartom, hogy az akkori merciken belső ütésű tárcsa lett volna. Azt elhiszem, hogy négy tárcsa volt rajta, de hogy az első, azt tudja, hogy nem volt belső ütésű, azt szerintem ugyanannyi, mint az egyszerűen. Na mindegy, hát persze. Ez egy játék, csak... szép ez a merci. Azerbajdzsáni rendszám. Azerbajdzsáni rendszám, vágod? Azer. Azerbajdzsán. Azerbajdzsánba merdót vettünk. Mit vettél? Pagoda mercit vettem 130-os. Hülye vagy, nem értesz hozzá? Ne gondold már, hogy én majd a scoutot összek én csak kis mercivel. Azerbajdzsán életem van nekem. Azerbajdzsán, mert Azerbajdzsán. Hajteknője van neki, bakker.
megvan már most, szétkaptuk az alját. Vegyük le még a váltót is róla. Ha jön ennél, ezt szerintem... Szerintem le kell majd venni fönt az önindítóját úgy működni. Gyönyörű a gép egyébként. Hol a nyitó itt van. Jó, a motort kinn akarom szétszeredni, mondom, hogy őszintén. Jó. Az aksit még kiveszem, meg a hűtőt. Okay. Az aksit fölpattintjuk töltőre. Kivesszük, lekopasztjuk az autót. Ezt nem tudom levenni, jó, jó, szóval jó. Jó, nagyjából szétkoboztuk az autót. Hozzuk ide a motoremelőt. Viszont ezt nem vettem aukción. Lehet, hogy le kéne engedni a motorjából az olajat. Nézzük meg, hogy kéne valamennyire. Jó, nem jött. Az a biztos, hogyha nem fröcsköljük a szerviz tele olajjal. Aj, de visszaraktam. Kipufogó hűtőcső. Nézzük meg, hogy... Érdekes, hogy ettől nem beszélni, hogy nem tartom. Meg sebességváltós autóval, jó van most. Három csavar fog találni. Nem semmi. Na nézzük meg a szép kis Merci motor. Itt van kint. Folytó szelet. Azt mondja, hogy mechanikus üzemanyagbetegség kendezés. Ha azt itt fogja kettő, mechanikus fegybetegség kendező van. Ihatok a rajt szűrője. Igen. Igen. Ihatok. Minden ott a szintű utasasztó. Ó, ez nem egyszerű lesz, srácok. Ez nem egyszerű lesz. Ezt kell össze kivenni, nem? Igen, és akkor hogy jön le utána, mi a stájsz? Le kell venni lányzat. És akkor
le kell vennem, úgy köszönöm. Ezt meg úgy kell levenni, hogy... Ez nem egyszerű, srácok, ez nagyon nem egyszerű, ez a hengerfej. Ez olyan német furmányossággal készült. Szerintem ezt a németek külön kifurmányozták, hogy ez ilyen legyen. A mindenségük. Hát ilyet még nem csináltam egyszer se a játékban sem. Valóságban sem. Ez nagyon... német furmányossággal szűrcethető hengerfej. És most lehet levenni a hengerfej azt a mindenit neki. Milyen szép alatt a bolt. Nézzem, hogy a bolt. Ez nem semmi. Jó. Nem követjük azt a szentségtörést ezzel szemben a kocsival, hogy töltön induljon, mert nem szeretném. És ha lehet, hogy még egyszer lesz, még egy fogadám, azt fel tudunk volom, de az első, az biztos nem fogom bántani. Ez ilyen megmarad, ilyen nagyon gyári állapotúnak. Múzeumi darab. Ezzel kiszétszettük teljesen a 130-as, 131-es pagodát. Jó, kiheggesztjük, azzal kezdjük, hogy ki fogjuk heggeszteni. Nyilván látszódik rajta a javulás. Jó, a mencsükoztekkel el, hogyha már ennyire ezt akarja. Már az a biztos. És szedjük szét a kerekeit is neki, jó? 185 per 80 R14 és valás kerék van rajta. 185, 80 és vintage. Na nézzük. Azt mondja, hogy 185. Várjál, mekkora? Nagyon nem mindegy. 14. 185 per 80 R14. Azt mondja, hogy... jó, már is megvan az új kerék. Ja, ez a... igen, ez az ablak a szomszéd felé, a fürdőablak. Csak olyan magasan van. Na, jól van. És akkor szedjük széjjel.
Egyébként bulin nézt, igen, mert onnan beszűrik a fény, és én már sötétben ülök itt is. Na, most javítsunk, jó? Jó, kész vagyunk jelentem. Kezdjük a összerakni a motort, jó? Oké. Okay. Jó, megy a főtengely bele. És akkor I4-es kormányzója. Nem teszünk rá brutált, hanem csak így teszünk rá. Simát. I6B-s. Nagyon jó. Jó. Tegyük fel a főtengelyre a főtengelyi csapágyakat. Ezek még gondosan csapályozott, sok helyen csapályozott főtengelyek voltak, hogy sokat menjenek el. Soros hatosnak a világ végéig elmen. Merci. Na, jó, akkor nézzük azt, hogy dugattyú. Nem duga ű, hanem duga tyú. Igen, azt mondja, hogy ebből kell nekünk 6 darab, és akkor ebből kell szintén 6 darab. Jó, és akkor tegyük a helyére. Jó. Jó. Oké. Sikerült megjavít az összes csapágy csészét. Hajtó fedelet. És hajtó felének is hívhatjuk, ja. Nagyon jó, szépen. A hengerfejt is szépen felújítottuk. Jó. Ez a szívócsús balon szépen felkerülve. Üzemanyag befecskendezés. Részcsöves, nézd már! És akkor folytószelep, ezt is sikerül felújítani. I6-os szítács és vízszivattyú hajtótárcsa kell nekünk. Tehát azt mondja, hogy kezelés sokadott tárcsa. Azt mondja, hogy I6-os szítárcsa kell nekünk. I6-os, igen, egyszer. És viszi, hogy kuhajtótárcsa kell nekünk még egyszer. Nagyon jó. És akkor meg is van.
simán fel, nem kell csavarozni értem. Ezt viszont igen. Jó. Akkor kell nekünk ilyenből, hogy vezérmű, tengely, csapágy, fedél, 1, 2, 3, 4, és kell összesen, ugye 6-os a cuccos, 6 hengernél 12 hímnak van, nézd. Nézzük, hogy mi az, ami kéne. Csapágy fedél, igen, ebből van olyan különleges, ebből kéne, mennyi darab kéne ebből? Mennyi kell? Egy, itt meg, egy, kettő, három, négy. Jó. Himba 12. Himba ebből kell 12. Jó, nézzük meg, hogy rakjuk fel. Kicsit nehezen látni, de majd mindjárt befordulom a szemüvegét, jó, és jobban látjátok. Igen. Tudjuk himbát akkor. Akkor a vapor az összes hindát került. Elkezd nekem szórakázni a kereszt irányokkal. De még ezt felrakjuk. Jó. És a vezérbű tengely kell nekem. Még egyszer össze vezér. Műtengely, mégpedig mergyós kell. I6 M130. Az hiszem, hogy ez az, ha minden igaz. Bütykös hajtás sima. Bütykös. És hajtás egy sima kell. Jó. Utána jön egy ilyen, hogy vezérmű lánc is kell nekem. Itt van, 76, tehát összesen. És vezérmű lánckerék is kell. Itt van. Jó. Erre megy föl ez a kis fedél, amiben megy ugye bele a gyújtás előtt. Nagyon jó. Oké. Erre már felrakhatjuk a szerepfedelet. Gyönyörű mercis szerepfedelünk van. Fölkerült el sapka is. Jó. És akkor most következik az, hogy kapcsolunk egy villanyt. Mindjárt jön a kicsivel. Na, tehát akkor kell nekünk egy gyújtásosztó.
É que sem blood você não consegue. Beleza. Így van. Rotor az valószínű, hogy van benne jó elosztó fedél, ahol teljesen 100%-os. És ugye kell ez a kis hüccentő, nem tudom, hogy lesz ebből nekünk. Én gondoltam, hogy a rögzítő fülöt majd venni kell. A B-set. Jó, kell nekünk egy olajszűrő. Egy gyertya kell először. Még pedig 6 darab. Jó. De bele is rakjuk ezeket a gyertyákat, megnézzük, hogy a gyertya kábel az ugye szerintem az is el van fókarva. Igen, gyertya kábel. Igen, abból is veszük a legújabbat. Itt lesz még pedig a Joey. 300-ért nem is semmi. Ott a kis aranyos. És azt mondja, hogy üzemek szűrőből van-e új, nincs jó. Akkor nézzük szűrő. Nem. Jó, kell nekünk üzemanyag szűrő. Olajszűrő I6-os kell, igen, még üzemanyag szűrő az is kell, jó. Oké, olajszűrő is felkerülnek az üzemanyagszűrő is. És akkor keressünk sebességváltóhoz. Lentkerék kell nekünk, és szerintem más nem is nem kell majd. Szerintem igen, lentkerék. Kuplungtárcsánk van. Nyomorokon van egy 100-as, mert azokat megvettük. Nem veszük meg még egyszer. És akkor kell azért egy ilyen kinyomó csapágy. Ilyen kőkemény 29-ért. Akkor gyakorlatilag készen van. Na bent van, itt a légszűrő. Aha, csak jó. Azért néztem, hogy hol a légszűrőjének ide. Csak meg csináljuk, hoppá, faszok tökéletes, nagyon jó. Hát akkor keressük azt, hogy légsz. Jó, akkor nézzük. Kell egy ilyen, oké. Kell egy ilyen, jó. És... kell egy ilyen is, jó. Oké. Gyerünk az aksiért. Bölcsőforró először, az a biztos, hogy elfelejtjük. Jó, én akkor elfelejtjük, akkor már jó. Na nézzük, szervófék az működőképes lett, akkumulátor, helyére pattintjuk, visszatú a helyén van. A légszűrőház ugye meg tudtuk javítani, a légszűrőt ezt kicseréltük, a fedél itt van, kell rá egy ilyen, az A-ból van egy ilyen, nagyon jó. Jó, oké is. Na akkor most kezdjük el az alját is vizsgálni az autónak.
vuoi. Prendi il dito. Io. Scritto favorito, cioè Ed Sasnek. Poi scritto favorito, cioè. Stabilizzato rullo cinese rosa. Flash landing core. Ancora qua perché sono il trend che non è la figlia che ha schiena la micretta c'è poi cattu e burkina cattu trenni e burkina miglia trenni ma io felfüggesztés, azaz felfüggesztés na nézzük szerintem hátul béslengés csillapítók voltak kettő, vagy pedig kettő darab igen, kettő ilyen kell hátra ilyenből szintén kettő kell hátra. Jó, ebből biztos, hogy kell kettő, ebből biztos, hogy kell kettő, ebből is, jó, ebből szintén kell kettő, ebből szintén, ebből egy, és szerintem ebből szintén kettő, jó. Oké, na megnézzük, hogy akkor most hogy tudunk a rakkoszteleszkopokat legelőször, jó. Na. Veszünk belőle. Köszönöm még egyet. És akkor tudunk haladni ügyesen. Nézzük meg a kereket is szereljük össze. Hát egy pogoda merci felni az kikészült. Jó. Nem T, hanem I. Felnik. Csak a felniket, ezt nem kell. Én ezeket minden adok a felnébe. Nem kell, mert csak akadályoznak akkor, amikor haladnék valamerre. Jó, nagyon jó. T, pagoda merci felni kell nekünk. Igen, és akkor mercinek kell felnie. Igen, látjuk, hogy hol van. Mazda, merci. Pagoda, egy ilyen kell. A 14-esbe kell nekünk. És akkor kezdjük el összeszerelni a dolgokat.
kezdjük addig csinálni az elejét. Jó, na nézzük akkor tovább. Lengés csillagot beszereljük. Összekötőjük. Jött meg. Ez nagyon jó. Most is a vízlától. Ebből a vízlától. Nagyon jó. Igen, első kerék, hogy ilyen. Három csavó. Igen. Ez is benne. Tárcsafék. Kékötét. És mehet fel a felni rá. A fogó mentire. Szép lehet. Alsó lengő, de felső lengőket nem vettünk, srácok. Felső lengőket nem vettünk. Száz is, minden száz is ide egy jó. Igaz, hogy nem ezzel kezdeném, de hát most mindegy, nem most látom, hogy ezt fölteszem ide. Igen, és azt mondja, hogy nézzük csak meg. A múlt versenyből szerintem legalább kell egy 10 darab. Igen, és akkor kell nekünk ilyen. Igen. Na, meglátjuk, mi kell még. Lengés csillapító gyöld már fent van. Felrakjuk, ezt rárakom. Lapigyókartó kell nekünk. Én akkor is egyelment, ezt hallottam a hangján, hogy egyet sikerült eldörni. Thank you.
kell nekem a másik oldalra majd. Mit is néztünk? Egy ilyet kell nekem hátra, meg egy ilyen kell a másik oldalra, igaz? Jó. Nem kell volt 10, de nem variálok én már itt a ilyen dolgokkal, ezt legyen az embernél a sűrűben. Hát csak kipufogó. Kipufogó, és akkor hol is hívják ezt a... IHTM 30. IHTM 130. Nézzük csak meg is. Fogolcső eleje. Igen, és hát fogolcső. Nagyon jó. Megvan minden az alja részéről. Ugye szép kis autó lett. Nagyon mokány kis dög. Nézzük, hogy mi az, ami még nincs meg rajta. Ugye szinte minden megvan. Ülés, pagoda, kormány, pagoda, azt ugye ezt ki kell venni. Igen. Jó, és akkor nézzük meg, hogy szereljük vissza dolgokat. Igen, azok a tárgyakat fogom csak föltenni, amiket feltudok. Viszont akkor kiszedem a üléseket. Aha. A tükröt nem lehet megjavítani? Hoppá. Hoppácska. Úr, ez szép lett. Na, azt mondja, hogy jó. Fogoda, lehet, hogy megtalálja itt. Aha, megvan, jó. Akkor kell nekem tükri. Egy lámpa. Két lámpa, három lámpa, négy lámpa, egy üveg, kettő, három, négy, öt, és hat.
У вас дёнер не общается. Его. И да, дам один кидя, и шокор сбоит погода. По го, да. И шокор, или ж погода оборке, а на конкетту. Шокор мань погода оборке, а и кимадонио. Ettől függetlenül én bemozdultam a fényezőbe. Kíváncsi vagyok, hogy nincs-e valami olyan festés erre az autóra, amitől még ettől is kirívóbb lenne, és 1000% hogy ő nem Azerbajdzsáni rendszámot fog kapni, mert ez egy német autó. Jó. Aha, már gyors. Fekete. Szerintem feketét kéne rátenni, és állatban meg egy ilyen sárga legyen. Vagy zöld kék. Már volt kék autónk. Legyen gyári színű, de legyen rajta ez a merci festés, jó? Azért így másabb, igen. És akkor nézzünk egy rendszámtáblát. Szerintem ehhez egyetlen fajta rendszámtábla üdik. Még pedig ez. De nem a Tug Life-ra, hanem az 131. Aha, akkor viszont úgy csinálom, hogy... és ebből kettő lesz. Mert ez a Merci Múzeum. Most téma lett belőle. Tehát Germany. Kész is van a kicsit. Megmondom nektek, hogy hol lesz a kicsit. Néztük a versenypályára. Nincsen benne, hogy mit tudod a dirátor, de egy látomás. Hol lett a kicsit? Hol lett a
sincs rajta bakker. Jó, oké. Elkapkod. Ismer Joe. Jaj, bocsánat. De nem tudom, miért az van. Jó, hogy ledobálja a jó Isten áldja már meg a köszönöm, szóltál Zolcsi. A zenét azt levettük az elején, nagyon-nagyon lent van már. Az a baj, hogy időnként a játékban lévő zenék mások. Thank you.
68-at megy ez a kis dög. Ez egy gyönyörű autó. És jó is. Hathengeres, sima befecskendezős, mechanikus befecskendezővel 190-et. Azért az ott van. És nem mai. Ról beszélünk, tehát üzenetből. Na hát ez gyönyörűséges lett. Ezt kell mondjam. Egyébként az értéke az 51 ezer lenne, nem adom el ennyiért. Ez gyönyörű. SL. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt voltok a mai napon, és néztek most is másodjára. Holnap, hát szerintem 10%-ra nincs stream, mert nagyon fontos, hogy benne lesznek elintézni valóim. Úgyhogy legelőször, ha lesz, akkor holnap után. Mindenkinek nyugodalmas szép estét kívánok, további jó szórakozás valahol máshol. És köszönöm, hogy megnéztétek, köszönöm, hogy megnézitek, köszönöm, majd ennek is a YouTube-on nézi meg, úgyhogy minden jót kívánok, sziasztok!